Hát sziasztok, szeretettel köszöntelek megint benneteket. Egy nagyon egyszerű töltött húsit fogunk csinálni. Nagyon egyszerű, de annál finomabb lesz. Először a tölteléket fogjuk megcsinálni, amihez egy fejhagyma fog kelleni. Ez nekem elég nagy méret, úgyhogy lehet, hogy csak a felét használom el, mert a csirkemájam sincsen egy fél kilónyi. Felkockázom, egy nagyon kevés olajon felteszem párolódni. Már én megtisztítottam itt a csirkemájat, és akkor elkezdem felvágni apró kockákra. Minél kisebbre tudjuk, annál jobb. Közben levegyétek tartalékra, nehogy megégjen a hagyma. Nem kell megdinsztelődni neki teljesen, sülni fog ez utána is együtt a húsunkkal. Majdnem készre fogjuk elkészíteni. Megfűszerezzük, tettünk rá egy kevés sót, ízlés szerint kevés borsot, hát ez nem nagy mennyiség, úgyhogy nem sokat. Amit viszont ne sajnáljunk róla, ami minden belsőségnek fűszere, a majoránna, tehát ezt jó bőven adjuk meg a testének, és ettől lesz nagyon finom. És az a lényeg, hogy az egészet átpirítsuk. Az nem baj, hogyha a hagyma nem pirul meg, még utólag a vége felé, akár még hagyma szárat is frissen lehet belevágni, vagy akár az elejét is, a fehér részét, mert az megint egy új állagot és ízvilágot hoz bele. Na, ez egy kicsit hadsüllyed, most már feljebb veszem, és azért készítjük hamarabb a tölteléket, hogy egy kicsit hűljön, tudjunk vele dolgozni. Egy pár percről van szó, mert ez nagyon hamar készen van. Tudom, hogy sokkal többnek, meg babrásabbnak tűnik, de amúgy nem az. És akkor a fokhagymát ilyenkor még belenyom, azt az egy gerezdet. Összekavarom, még a fokhagymának az illata meg nem csap egy pillanatra, és akkor majd meg fogom kóstolni, hogy van-e rendesen íz, és akkor a töltelékünk tulajdonképpen szinte készen is van. És lehúzhatom a tűzről. És már jön is az illat. Na ennyi, és le is zártam. És akkor előkészítjük most már a húst. Mondjuk én lehártyáztam, de ez nem kötelező csinálni. Ez karaj. És akkor nyitott szeletet csinálunk, az azt jelenti, hogy valameddig bevágom ezt a szelet húst, és akkor, de nem vágom át teljesen, és így vágom végig. Ez egy szelet. Jó? Ebből annyit csináltok, amennyit szeretnétek elkészíteni. Tehát ott is bevágtam valameddig, nem vágtam át, csak itt vágom át. És akkor így nagyobb szeleteket tudunk készíteni. Ha megvan, akkor kiklopfoljuk a húsokat. Legyen valamiféle vastagsága, sózom, borsozom. Ha készen vagyunk a húsokkal, akkorára már a töltelék annyira meghűl, hogy éppen tudunk vele dolgozni. Azt hangsúlyoznám, hogy feltétlenül kóstoljátok meg, mert ez szinte el van készülve, úgyhogy nyugodtan meg tudjátok kóstolni az ízét. Én még egy kis sót és majorannát még tettem rá, én úgy érzékeltem, hogy szükséges, de ezt ti is nézzétek meg. Amit még nem tettem rá eddig, az a petrezselyen zöld, az direkt nem tettem rá, mert úgyis hőkezelés alatt lesz, amikor majd az olajba betesszük sülni az egészet. Tehát ez lesz az egyik. Nekem most fagyasztott volt, olyat vágtam fel, de tökéletes bele ez is, csak legyen benne, tehát ha van. És akkor most itt de jó illata van, meg is csapott. És akkor itt szeretném elmondani, hogy ezt a tölteléket már akár így be lehet tölteni. Tehát ha valakinek nincs hozzá például sajt, amit mondok, hogy azért teszek csak bele, mert mivel hogy ez darabos, ez fogja egy kicsit összébb állítani, hogyha megvágjuk, akkor ne hulljon szét. De nyilván, ha széthúlik, attól még azt meg lehet tenni, tehát nincs ezzel semmi gond. Összekeverem, és töltjük is a húsokat befelé. Ha nincs sajt hozzá, akkor sincs semmi gond. Ha az ízek ott lesznek, akkor is. Ezt csak ezért tettük bele, és tényleg nagyon kevés kell hozzá. És akkor mehet a töltés. Teszünk egy adagot, kb. Úgy a közepére. Kicsit összenyomjuk kézzel, és egyszerűen ráhajtjuk. Aki biztonságosabbnak érzi, nyugodtan tűzze körbe. Én nem érzem, hogy szükséges. Ez nem folyós anyag, nem fog kifolyni. Jó, gyerekek, ennyi csinálunk. Panírozással meg a mindenféle jellegű lehető hibát, ha esetleg lenne, azt el fogjuk fedni, majd megmutatom, ha esetleg lenne olyan, de szerintem nem lesz. Na és akkor szokásos módon panírpálya, liszttojás, zsemlemorzsa,
Szépen bepanírozzuk a húsokat. És lenyomkodtuk a szélét, nem nyílik ki. És ezt meg fogjuk erősíteni azzal, hogy a zsemlemorzsát is úgy a széleknél lenyomkodjuk. Tehát itt a széleknél körbe. És ennyi. Süthetjük. Lehet sütögetni. Ugye a belseje már nem nyers, ugyanúgy, mint a sima rántott húsnál, csak arra van szükség, hogy a külseje átsüljön. Az enyém ma 9-esen tudja a maximumot, én most 7-esre vettem. Azért a karajnak adjunk egy kis időt. Amikor az egyik oldala szép színű lesz, akkor majd szépen megfordítjuk. Ha az is jó színbe megfelel, akkor biztosan át van sülve. Vágjunk meg akkor belőle egyet, nézzétek meg, hogy nem folytak ki, egyik se. Úgyhogy pihent egy picurkát, egyet megvágok, hogy nézzük meg, hogy néz ki, jó? Na. Nézzétek, ilyen kis aranyos, szimpi kaja. Nem folyik semmi sehonnan, nem is akarna. Úgyhogy mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok. Bármilyen körettel, amit megóhajtotok. Szóval ez is nagyon finom étel. Nagyon egyszerű, láttátok. Mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki. Puszilok most is mindenkit szeretettel. Sziasztok!